Többek között délalföldi táncok is műsorra kerülnek azon a nagyszabású néptáncgálán, amelynek bevételét a mezővári óvoda megépítésére ajánlja fel a helyi művelődési ház. A Bessenyei Ferenc Művelődési Központ is nagy szívvel csatlakozott úgymond ehhez a kezdeményezéshez, így jövő héten, július 25-én este 6 órától egy jótékonysági néptáncgálát fogunk itt szervezni a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban, a színházteremben, ahol belga, lett, litván, illetve örmény, román néptánccsoportok fognak fellépni. Úgyhogy mindenkit nagyon sok szeretettel várunk, mert úgy gondoljuk, hogy egy 900 forintos belépő abszolút jelképes. Tehát akik jegyet váltanak az estre, nem csak különleges élményben részesülhetnek, hanem egyben jótékonykodhatnak is. Az est házigazdája a helyi Árendás Néptánc Együttes lesz. Nagy öröm, hogy részt vehetünk ezen a rendezvényen, hiszen már korábban is az Árendás Néptánc Együttes részt vett jótékonysági rendezvényen, így 2009-ben a vízilabda sportért megrendezett jótékonysági bálon, ahol szintén nagy sikerrel tudtuk képviselni a Magyarország néptáncait. Történelmi Magyarország táncainak a feldolgozása, így ez egy ilyen közös kapocs a határon kívül eső testvéreinkkel, hiszen ez egy ilyen közös anyanyelvünk, identitásunkat adja. A kedvezményes jegyek értékesítése már elkezdődött a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban.